je suis François, dont il me poise. Né de Paris, en brève pontoise. Befogad és kitaszít a világ címmel rendeztek víjonestet az Albert Falvi közösségi házban, ahol a híres költő verseit és balladáit hallgathatta meg a közönség Mácsai Pál és Húzella Péter előadásában. Ez a víjon életműve maga. Tehát ez egy szélsőséges és rapszódikus életmű. Sokféle érzelem és rendkívül modern őszintesség és egyenes beszéd jellemzi ezt a régi költőt. Valóban azt lehet mondani, hogy vele kezdődött az alanyi költészet újra az antikvitás után. És tehát a vallásos költészet és a lovagi poézis után hirtelen ő egy nagyon személyes hangú költő, és miután egy szenvedélyes és szélsőséges alkat volt, ezért hát a szövegei is ilyenek. De hát ugye nagy költő, tehát őszinte. Fagyott mezőkön birkóztam a széllel, ruhám csupán egy fügefa levél. Mi sem tisztább számomra, mint az éjjel, mi sem sötétebb nékem, mint a dél. Víjon versei szájról szájra, kézről kézre jártak egykor. Kocsmákban, lebújókban mondogatták és énekelték őket. Goromba humora, nyers szókimondása épp oly hatásos volt, mint pontos, olykor rikítóan színezett képei. Vadság és gyöngétség, átkozódás és áhítat tőle minden igaznak hat, még a mai kor olvasóinak is. Nem igen van olyan költő a világirodalomban, akit ennyien fordítottak volna a magyar irodalom nagyjai közül, tehát kis túlzással vagy elfogultsággal, hát magyar költőnek nem, de olyan költőnek, aki a magyar verskedvelőkhöz majdnem annyira közel áll, mint az anyanyelvünkön írók, lehet őt tartani. Tehát itt is ebben az előadásban is 7 nagy magyar költőnek a szövegei hangoznak el. Tulajdonképpen hát, nyilván Villon ürügyén persze ezek fordítások, de mégiscsak ez egy ritkaság. Aztán azért is, mert ugye középkori költő lévén nagyon sok köze van a zenéhez, és amikor engem Húzella Péter fölkért, hogy ebben vegyek részt, akkor az volt a feltételem, hogy jó, de akkor én is zenélni szeretnék, amiben tőkénytelen volt belemenni, ami aztán később megbánta. Én nem vagyok profi zenész, csak egy eltökélt amatőr, de azért bízom benne, hogy ezt mi már nagyon sokszor játszottuk, több mint 150-szer, talán 200-szor, nem tudom, de közel annyiszor. Úgyhogy most már azért azt hiszem, hogy ezt a néhány dolgot le fogom tudni játszani, amit itt kell. Tudom az urak nyakdíszét. Tudom, melyik ruha mi szerzett. Tudom, ki gazda, ki cseréd. A dallamanyagot a régi Kaláka együttes Víjon lemezén megjelent dalokból, régi breton dallamokból, illetve saját szerzemények felhasználásával állította össze Mácsai Pál és Húzella Péter. Hát nagyon sok évvel ezelőtt vágtam neki, amikor a Kaláka együttes tagjaként egy rádiós felkérésre írtunk zenét egy csomó Víjon vershez és balladához, majd ebből színházi előadás is született, még azokban az években, és olyannyira sikeresek voltak ezek a dalok, ezek az előadások, hogy ezzel még turnéztunk külföldön is, például Hollandiába is. És ott egy holland fiú mondta a maga nyelvén, ugye ez holland volt, vagy flamand, ezt most nem tudom, mondta a verseket, és mi meg magyarul énekeltünk, úgyhogy ez egy borzasztó sikeres produkció volt. De nem akarom megkerülni a kérdést, nagyon könnyű Víjon zenésíteni, mert egyrészt a fordítások nagyon ritmushűek és formahűek, másrészt ezek eleve zenére írt szövegek voltak, ahogy ezt már annyiszor és annyian elmondták, hogy a költészet visszatalált ugye a dallammal a zenéhez, az eredeti hangzásához, tehát csak meg kellett találni az adekvát zenét hozzá. Ez persze nagyon sokat segített, hogy régi francia, breton zenéket hallgattunk, rengeteg régi zenét, középkori zenét magunk is játszottunk korábban is, tehát nagyon könnyű volt. A híres balladák és versek mellett kevésbé ismert szövegek is elhangoztak a kétszemélyes zenészszínházi előadás alatt. Csak azt nem tudom, csak azt nem tudom, ki vagyok.